Békesség néktek! A Római Levél 5. fejezetének 5. versét idézem. Mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szentlélek által, aki adatott nekünk. Ennek az igének a csodálatos igazságát próbálom most kiábrázolni ezekkel az üres tálakkal, poharakkal és ezzel a kancsóval. Természetesen nem lesz ez egy tökéletes kép, de valamit megérthetünk ebből az igéből. A hitetlen embernek az élete valahogy olyan, mint ezek az üres tálak, ez az üres pohár. Üres. Ha van is benne valami, az jobb, hogyha nem ábrázoljuk ki. Az valami büdös, az valami szennyes, az valami mocskos dolog. Isten nélküli bűnök, Isten nélküli kultúra, Isten nélküli tudomány, folytathatnánk a sort. A vallásos ember életében van egy kicsi változás, Isten élete megjelenik a képben, együtt áll a hitetlen ember üres élete, és az a vallásosság, amiben ő él. Megjelenik az életnek a vize, Isten szent lelke az ő környezetében. Az újjászületett emberrel megint más a helyzet, az újjászületett ember megtöltekezik Isten életével. Újjászületik. Ki lesz takarítva az ő belső embere? Kegyelmet kap, bűnei bocsánatát nyer, és eljut majd a mennybe, aztán az örök életbe. Kegyelmet nyer, Krisztus elfogadja, hívővé lesz. És ez egy nagyon-nagyon fontos állapot. Csak a Szentírás beszél arról, hogy ebből tovább kell lépni. Épp a Róma 5.5-ben is, és nagyon sok más helyen, hogy az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szentlélek által. És tudjátok, a Szentlélekről nem csak az van feljegyezve, hogy újjászül, hogy a kegyelmet közvetíti, hogy Jézus Krisztusról tesz bizonyságot, hanem azt is olvassuk több helyen, hogy újból és újból és újból és újból betölti Isten szent lelke, helyesebben, pontosabban szent szelleme a hívőket. Nem csak egyszer, hanem többször. Ez az, amikor ebből a belső emberből, amit már Isten megragadott, Isten szelleme kiárad, továbbárad. Élő víznek folyamai ömlenek annak bensejéből, és tölti meg a külsőt. Lesz a te életed egy Istenre hangolt élet, egy Istennek szolgáló élet. Erők szabadulnak fel, erők jelennek meg, és lesz egy békességed, egy örömöd, bátran fogsz bizonyságot tenni. A hétköznapjaidat átjárja, aztán lép tovább, kiárad belőled, meg tudsz nyilvánulni. Akár jelek és csodák is történhetnek, ha Isten úgy akarja, úgy rendezi. Szóval ebből a bensőből, amit már megragadott az Isten kegyelme, jön ki, árad ki tovább Istennek a drága szelleme, és végzi az ő megtisztító, megáldó, megújító munkáját, és kihat ez aztán az egész környezetre. Jézus azt mondta, hogy imádkozzunk Szent Szellemért. Ő ad nekünk. Sokszor éreztem ennek a hiányát az életemben. Tudtam, hogy hívő vagyok, de nem volt a hívő életem bővölködő. Kérem ezt Istentől, többet nem tehetek. Kérjed te is. Kérjed, hogy öntse ki rád az ő drága szerelmét a te szívedbe, és ez töltse ki a te hétköznapjaidat, a te szádat, a te gondolataidat, az egész életedet. Amen.